Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik. A vonalban itt van velünk Imrei János, a Global Markets vállalati értékesítési osztály vezetője. Jó reggel, szia! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát a lengyel zlotyi volt rendkívül izgalmas az elmúlt időszakban, és hát vannak áthatások a régiós devizák között, például a forintra is. Na, mi történt? Így van, így van. Ami nagyon érdekes, ugye a hét folyamán, és talán egy picit ezzel kezdeném, hogy az árfolyam mozgások, hogy hogyan alakultak az árfolyamok ugye a héten, vagy eddig a mai reggelig. Ugye a forint jobban tudott erősödni az euróval szemben, mint ahogy ezt a zlotyi tette, és azért ugye az elmúlt években nem ehhez voltunk hozzászokva, tehát jellemzően, amikor erősödés volt, akkor az zlotyi volt a felülteljesítő, a forint ment természetesen a régiós devizák után, lekövette ezeket a mozgásokat, de hát nem a forint vitte a prímet, hogy így mondjam. És ugye elmúlt év végén volt gyakorlatilag egy elég erőteljes lengyel jegybanki akció, hogyha lehet így nevezni, hogy egy intervenció keretében lépett a piacra a lengyel jegybank, ahol körülbelül 4-6 milliárd eurónyi devizát vásároltak ugye zlotyi ellenében. És ugye ezt megelőzte még azért a tényleges intervenciót korábban elég sok úgynevezett szóbeli intervenció, tehát nem igazán voltak elégedettek azzal, hogy a zlotyi árfolyama alakul, és úgy érezték, hogy lépni kell. Ugye korábban még a tavalyi év közepén a kamat szintet 0,1%-ra csökkentették, tehát ott igazából nagy tér a további lazításra nem nagyon adódott, bár a legutóbbi, ugye a már idén januárban megtörtént kamat döntő ülésen, ott a lengyel jegybank azt is kilátásba helyez, hogy esetleg a kamatokat ugye negatív irányba is csökkentheti. Azonban én azt gondolom, hogy a jelenlegi inflációs környezet, illetve a jelenlegi monetáris politikában egyelőre erre nincs, vagy nem lesz szükség, tehát az inkább egy picit most erősen fogalmazott talán ilyen fenyegetés, vagy nagyon erős üzenet volt a jegybank részéről a piac számára, és sokkal inkább az zlotyi erősödésének, hogy az erősödés megakadályozása érdekében tette ezt a kijelentést a lengyel jegybank, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez sikeres, vagy részben sikeresnek mondható. Itt a devizapiacon a 4,50-es árfolyam szint volt az, amit úgy tűnik, hogy kijelölt, vagy talán mint egy vonalat a homokban húzott meg a jegybank annak érdekében, hogy az ennél erősebb zlotyit már nem tartja kívánatosnak. És egyelőre ugye a zlotyi erősödése meg is akadt ezen a szinten, viszont a forint szépen lassan tudott erősödni itt ebben a nagyon nyugodt januári, vagy relatíve nyugodt januári környezetben. Azt azért hozzátenném, hogy nem volt túl nagy a forgalom a devizapiacon, nem volt igazán aktív a kereskedés, még nem volt a kiemelkedő események sem, de az mindenképpen látható, hogy a forint viszont az zlotyival szemben, hogyha az zlotyi forint keresztárfolyamot nézzük, akkor sokat tudott javítani a pozícióján, ugye akár az év végéhez képest is. És hát azért azt sem elhanyagolandó itt az elmúlt évek történései eseménye alapján, hogy a lengyel jegybank is, ha úgy nézzük, csatlakozott a magyar cseh, illetve román jegybankhoz abban a tekintetben, hogy korábban ugye a lengyelek nem, de a többi három jegybank az jelentős mértékben próbálta ugye saját devizájának az erősödését megakadályozni, illetve más módon akár ennek a gyengítését is forszírozta. Ez nálunk sikeres volt, abszolút. Így van, igen, és ez egy érdekes dolog, mert ugye nálunk úgy főleg ugye nem konvencionális eszközökkel érte el ezt a jegybank, tehát ilyen tényleges devizapiac intervencióra talán a forint gyengítése érdekében nem igazán került sor, vagy nem lehet tudni róla. A csehek 2014 és 2017 között pedig ugye egy rögzített árfolyamot alkalmaztak, viszont annak volt egy olyan mellékhatása, hogy a Csehország a GDP arányosan gyakorlatilag az egyik legnagyobb devizatartalékot halmozta fel, több mint 70 milliárd eurót, és ugye egy ilyen negatív kamatkörnyezetben ez nem feltétlenül előnyös, vagy hát költséges tud lenni. De mégis fölmerült most a lengyeleknél is, nem?
Igen, igen, ez valóban egy kérdésként elhangzott itt a jegybank elnök felé. Én azt gondolom azért tanulva akár a csehek, vagy korábban még ugye a svájciaknak a példájából egy ilyen rögzített rendszer igen komoly nyomás alá helyezheti a jegybankot, nagyon komoly devizatartalékot képezhet egy adott ország esetében, ami egyfelől jó, de hogy annak a mértéke meghalad egy bizonyos szintet, akkor az inkább túlzóvá és költségessé teheti egy jegybanknak a működését. Ó, de hogy nekünk nincsenek ilyen problémáink. Egyelőre a forint az stabil, tehát elég nyugodtan indult azért a forint kereskedés, és azt gondolom, hogy a devizaháborúval kapcsolatban is ugye elhangzott egy kérdés itt a hét folyamán még a Magyar Jegybankhoz. Ugye Virág Barnabás kijelentette, hogy nem kívánnak ebben részt venni. Természetesen azt gondolom, hogy egy ilyen rövid távon bekövetkezett más ország, vagy régiós országbeli jegybanknak a lépésére egyértelműen nem fogunk reagálni. Természetesen, hogyha esetleg az zlotyi jelentősen kezd gyengülni, akkor azt gondolom, hogy nem fogjuk figyelmen kívül hagyni. De egyelőre úgy tűnik azért, hogy az elmondottakból, tehát a jegybank alelnökének az elmondott szavaiból az derül ki, hogy továbbra is ugye stabil kamatszintet gondolnak itt a következő negyed évre. Talán messzebbre nem ismernék prognosztizálni, tehát mi is azt látjuk, hogy a jegybanki alapkamat szint az ugye 0,6%-os szint környékén, vagy szinten maradhat, míg ugye a másik fontos irányadó ráta az 1-7-es betéti tendernek a 0,75%-os szintjét sem várjuk egyelőre módosítani a következő hónapokban. Oké, jövő héten van döntés, ugye? Ha már így, igen, hogyha kitekintünk egy picit a jövő hétre, hiszen jövő hét kedden lesz egy banki kamat döntőülés, úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen lassan, hogyha nem történik valamilyen külső sok hatás itt, akkor tovább folytatódhat még a forintnak a lemorzsolódása egyébként, vagy erősödése, bocsánat, tehát az euróhoz képest erősödés, az árfolyam ugye lemorzsolódására gondoltam, hogy 355-ös szint irányába, az megint egy erős technikai ellenállás, ott azért valami komolyabb dolog kellene, hogy azon át tudjunk lendülni, tehát egyelőre annak nem látom vagy minimális esélyt látok, inkább ilyen 15-20%-ot, hogy azon át tudunk menni, és a forint tovább tud erősödni. Oké, szuper, nagyon szépen köszönjük az elemzést, illetve a kitekintést, jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen, és jó hétvégét, szervusztok. Szia, jó hétvégét neked is. Imre János a Global Markets vállalati értékesítési osztály vezetőjével beszélgettünk, hát régiós devizákról, mert az zlotyiban van most igazából sok izgalom, amely kihat a forint teljesítményére, illetve kilátására saira is, főleg, hogy kamat döntés lesz nálunk is. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli treasury rovata hangzott el. Képzeld, András, illetve képzeljétek, és hallgatók, Zsolc kolléga föltette nekem a kérdést, hogy a KPMG mit jelent, hogy honnan van a mozaik szó. És megmondom, őszintén fogalmam nem volt, és ő kibogarázta, és utána nézett, úgyhogy most elmondom, hát ha másokat is érdekel. A KPMG ebben a formában 1987-ben alakult, illetve egyesült különböző cégekből, és hát Pete Kleinfeld betűjé, a K betű onnan jött, ő 1917-ben alapította Amsterdamban a könyvelőcégét. William Barclay Peat, a P betű, 1870-ben Londonban a könyvelőcégét. James Merwick 1879-ben New York Cityben, innen jön az M betű, és Dr. Reinhard Gördelel nevéhez pedig azt fűződik, hogy sokat dolga volt az egyesítés érdekében, és az ő neveikből állt össze a KPMG. Ezt sem tudtam, érdekes történet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Zsocnak, hogy ezt megtalálta, illetve kigyűjtötte. Szóval innen van a KPMG név. Na, most akkor jönnek a hírek László B. Katitól. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.